iskolánk egyik termében egy tanulót eszméletlen állapotban talál az egyik diáktársa, illetve aki most az első segélynyújtót fogja megtestesíteni. A belépéskor mindenképp az első feladat az, hogy körülnézzünk, hogy biztonságos-e a helyszín, nem-e fenyegeti veszély akár az első segélynyújtót, akár az áldozatot, illetve további veszélyforrás nem áll-e fönt. Ebben az esetben ez most nem mondható el, és emiatt reakciókészséget fog vizsgálni a betegen, azaz hangosan megszólítja, Fanny, és a vállait megrázza. Fanny. Reagál-e a betegünk, vagy nem reagál? Amennyiben nem reagál, ez egy potenciálisan veszélyeztető állapot, ezért mindenféleképpen is minél hamarabb el kell azt dönteni, hogy éle a beteg, illetve sérült, vagy nem. Ehhez légút felszabadítást végzünk, azaz fej hátraszegezés, állerőre emelés, és fölé hajolva 10 másodpercig a mellkast figyelve és hallgatva a légzést figyeljük, hogy van-e életfunkció, tehát légzés, illetve a légzés minőségét, hogy megfelelő ez a légzés, normális-e. 10 másodperc alatt döntést kell hoznunk. Ez a döntés ebben az esetben az, hogy ez a páciens normálisan légzik, tehát él, de eszméletlen állapotban van, hiszen külvilági ingerekre nem reagál. Ennek az oka rendszerint ismeretlen, ebben az esetben is így van, de bizonyos sérüléseket meg kell vizsgálni az első segélynyújtónak ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy tényleg mozgathatja ezt a sérültet a további ellátás érdekében, ezért most át fogja vizsgálni. Szisztematikus vizsgálatot értünk ez alatt, tehát akár fej-nyakvizsgálat, a végtagok áttapintását, hogy nincs a durva deformitás, ami egyértelmű törésre utal, a mellkas és a has vizsgálata, ez elengedhetetlen, emellett az alsó végtagok esetleges törése, ami potenciálisan esetleg kizárja azt, hogy mozgassuk ezt a beteget, vagy sérültet. Ebben az esetben semmilyen körülmény nem utal arra, hogy sérültről lenne szó, és ezért alkalmazhatja az első segélynyújtó azt a leggyakoribb, illetve a legkorszerűbb légútbiztosítási módszert eszméletlen betegen, amit stabil oldalfektetésnek hívunk. Ez egy 3 mozdulat után egy határozott átfordítását jelenti a betegnek, amelyet úgy fejez be, hogy az alul lévő kézen nyugvó fejet hátraszegi, és a szájzugot lefele fordítja, ezáltal, amennyiben ez a sérült vagy beteg hányna, nem fog megfulladni, illetve a fej hátraszegezése miatt a nyelve sem fog hátracsúszni. További légzést természetesen vizsgálni kell bizonyos időszakonként, hiszen ennek a betegnek az állapota bármelyik pillanatban rosszabbodhat, és mivel egyedül van a segélynyújtó, ezért segítséget kell hívnia, magasabb szintű segítséget, amit természetesen a mentőszolgálat értesítését értjük ez alatt, 104-es hívószámon, hisz egy eszméletlen beteg, az potenciális életveszélyben lévő beteg. Ez történik, és erre az időre, amíg ő segítséget nyújt, egyedül lévő segítségnyújtó esetén, csak stabil oldalfektetésben lehet magára adni a beteget. Itt is ez történik, és ebbe a pozícióba várja a mentőszolgálat megérkezését.